Sziasztok, akkor belevágnék a mai nap, napnak a, a videójába is, remélem, hogy fogok tudni majd mondani néhány érdekes dolgot. Na, egységgel csak egy lovat lehet megülni. Na, biztos hallottad már ezt a kifejezést, és Voltam -e már bugacon? Ha nem, akkor ajánlom, hogy szervezz egy ilyen nyári kirándulást valamelyik tagjára. Sok nagyon érdekes dolgot fogsz ott látni. Amikor én a családommal ott voltam, láttam egy nagyon-nagyon érdekes dolgot. Volt egy csikós, aki annyira értette a lovakhoz, hogy azok a parancsszavára, nem is szó volt az, hanem ilyen füttyögés, meg csettintés, meg kézbuzdulat, meg, euh, meg ilyen dolgok, és a lovak meg mindenféle trükköket csináltak. Lefeküdtek, felpatantak, levegőbe rúgtak, meg még egy csomó mindent. Na, a lényeg az az, hogy a lovas bemutató végén volt egy igazán káprázatos szám. Négy lovat fogtak össze, elő kettő, hátul kettő, egymás mellett. Egy csikós gyerek meg felállt a hátsó két ló tomporára, egyik lába az egyiken, a másik a másikon, és úgy hajtotta a négy lovat egyszerre. Persze a zablával irányítani tudta az első két lovat is. Csak úgy porzott utánuk a bemutató terület, úgy vágtatottan, ahogy a négy ló, mint a szélvész. Na, ezt azért mondtam el, hogy a lelki személyed előtt te is lássad, és képletesen is megértsd azt, amit a videó kezdetén mondtam. Egy seggel csak egy lovat lehet megülni. Na, ez a vlog sorozatom harmadik nagy hazugsága. Oké, okay, oké, okay. tudom, hogy ezt most jobban ki kell fejtenem. Amikor végre komolyan vettem a hálózatépítést, és jobban kezdtem megfigyelni a szponzorom és a társhálózatok vezetőinek eredményeit, akkor észre kellett vennem egy ellentmondást. Nevezetesen azt, hogy ők folyamatosan a szabadságról, a szabad életről, a szabad életstílusról beszéltek, ugyanakkor azt is elmondták, hogy ők bizony minden nap tartanak infókat, találkozókat, megbeszéléseket, és persze közben sok-sok kilométert levezetnek. Na, én azt nem értettem, hogyha ők egyre növekvő csoportot vezetnek, akkor miért kell nekik még most is ilyen megveszekedettel hajtaniuk az új belépőket. Aztán jött egy nem várt fordulat a csoportomban, és minden megvilágosodott. Nevezetesen az történt, hogy az egyik komolyabb csoportomnak a vezetője elszólta magát, és rá kellett döbbennem, hogy az illető már egy ideje egy másik emelem üzlettel foglalkozik, és oda próbálja átcsábítani nem csak a csoportjában lévő, hanem az én közvetlen csoportomban lévő embereket is. <laughs> a persze, hogy volt minden, a kiátkozástól kezdve a fiók lezárásod át a jutalék visszatartásig, minden. Na, akkor úgy gondoltam, hogy ez, ezt csak így lehet megoldani. A persze, aztán később a fagyi visszanyalt, mert a kitett ember elég menő lett a másik csoportban, és onnan üzette, hogy Köszöni a segítségem, mert ha nem tettem volna azt, amit megtettem, hát még mindig a csoportomban lenne, és nem találkozott volna XY nagyágyúval, akinek a segítségével most érte el azt a szintet, hogy négyszer annyi jutaléka, és különben is most jött vissza egy álomnyaralásból, stb stb, stb. 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 Nos, ekkor értettem meg igazán, hogy miért kell a szponzoromnak és a többi vezetőnek olyan eszeveszetten hozni az embereket mert az emberek csak jönnek és mennek, attól függen, hogy milyen kecsegtető ajánlatot kapnak. És aki megy, az sokszor viszi, hát vagy átcsábítja a csoportját, vagy a hálózatnak a másik tagját is. Ezt pedig pénzre fordítva azt jelenti, hogy az egyik hónapban szuper a fizetés, másik hónapban meg nem. Vagyis aki csak egy üzletre épít a saját megélhetését, az könnyen járhat úgy, mint az a lovas, aki kijelenti, hogy soha nem fog másik lóra ülni, csak arra az egyre, amelyiken megtanult lovagolni. Aztán, amikor a ló lesántul megbetegszik, vagy esetleg elpusztul szegépára a lovasok meg kénytelen lesz gyalogolni. Ha te egyetlen egy üzletre építed a megélhetésedet és a családod jövőjét, az egyszerűen olyan, mint az orosz rulet. Én 25 évig voltam hűséges, lojális és kitartó annál a cégnél, amelyikkel elkezdtem az emelemet. Aztán, amikor a gazdasági válság miatt összomlott a csoportom és a jutalékom, az egyharmadára csökkent, hát akkor rá kellett jönnöm, hogy milyen jó lett volna, ha lett volna egy másik jövedelem forrásom is. De kanyarodjunk vissza a bugaci lovas bemutatóhoz. Tehát van az, aki gyalog kénytelen menni, mert ugye nem ül másik lóra, és van az a csikós, aki a négy lovat hajtva vágtázik, mint a szélvész. Na szerinted, mekkora a különbség a két ember haladási sebessége között? Egyet értesz velem abban, hogy a négy lovas csikós az előbb ér célban, mint a gyalogos? De ne értsd nem azt javaslom, és nem, egyáltalán nem ajánlom azt, hogy akkor most gondolkodás nélkül lépjél be gyorsan több emelem üzletbe, és azt csináld, mint a híres zenepohóc. Ez nem tetszik? Ha van másik. Igen, tudom, hogy az a csikós, amelyik a négy lovat hajtotta egyszerre, az ott kezdte, hogy megtanult lovagolni. Egy lovat. Aztán megtanulta, hogy miként viselkednek a lovak. Aztán azt is megtanulta, hogy miként lehet egyszerre négy lovat rávenni arra, hogy ne a rózsa négy irányába fussana, hanem ugyanabba az irányba. Aztán megtanult két lovon állva lovagolni, és így tovább, és így tovább. Értitek, ugye? Na gyerekek, most őszintén mi a fenéért kezdünk bele az emelembe? Ha Mindenki a pénzigérete miatt, nem igaz? Ezzel szemben mit figyelhetek meg, és mit figyelhettek meg ti is, ha ma Magyarországon van közel 600 ezer emelemes, és tudod, hogy ezeknek az embereknek hány százaléka keres meg legalább 100 ezer forintot? A maximum 10. Miért van ez? Miért volt nekem a saját csoportomban olyan ember, aki csak is akkor vásárolt, amikor épp lejárt volna az aktivitása? 15 éven keresztül semmi más nem csinált, mint vásárolt néhány dolgot, de soha senkinek nem mutatta meg az üzletet. Mit csinálta ezt? A fogalmam nincs. Direkt megnéztem a statisztikámat, akkor, amikor igazán csúcson voltunk. A teljes létszámból tíz emberre jutott egy olyan, aki rendszeresen vásárolt. Még a csoporttal rendelkező emberek is csak akkor lépték meg a jutalék felvételéhez kellő vásárlási értéket, amikor biztosan tudták, hogy több lesz a jutalék, mint az aktivitásnak az értéke. Az emberek fölültek a lóra, de a lóval egyetlen egy lépés sem tettek meg. Miért van az, hogy a nagy MLM csoportok vezetői mind kivétel nélkül teleszájjal asszajkozzák, hogy ezer emberből csak egy lesz nagy csoport által támogatott sikeres emelemes? Miért nem indulnak el az emelek, az emberek, amikor az emelem arról híres, hogy bárki sikeres lehet? Miért lépnek be, ha utána semmi sem történik? Na erre a kérdésre most jelen pillanatban csak egy válaszom van. Mert mindenki csak azt mutatja meg, hogy egy seggel csak egy lovat. Holott négy ló olyan könnyen el tud jutni, veszett sebességgel a célba, hogy azt el sem lehet mondani. De most végig is, mi az emberek célja? Pénzt akarnak látni a számlájukon, nem? Egyre gyorsabban, egyre könnyebben és egyre kevesebb erőlködéssel. Vajon ezt azzal érik el, hogy nézik és csodálják azokat, akik kiverekedték maguk, maguknak a sikert? Vajon az mennyire vonzó a számukra, amikor azt hallják, hogy kapjál ezer nemet, utána majd kapsz igeneket is. Vajon mennyire volzó nekik az a jövőkép, hogy tegyél be az életedből 5, 10, 20 évet, és akkor majd jó jutalékod lesz? Én azt mondom, hogy igenis, kell, hogy több ló húzza a kocsit. Kell, hogy több helyről legyen bevétel. Kell, hogy ezeknek a bevételeknek az összege Elérje a havi tízezer dolláros álomhatát. És ha valaki ezt megfelelő módon tudja nagyon sok embernek megmutatni, na az lesz az, itt majd érdemes lesz követni. Ajgem, tudom, hogy megint tele a fejed kétségekkel. Oké, Zoli, lehet, hogy igazad van, mert én is érzem, hogy jobb lenne több pénz, de hogyan csináljam? Akkor most megkérlek valamire. Kérlek, vizsgáld meg az életedet te valóban csak XY cég független termékforgalmazója vagy? Nem vagy apa, anya, gyerek? Nem vagy sportoló, hobbista, olvasó, tévénéző? Nincsenek az életed más területein is problémák? Vagy csak az az egy gondod van, hogy miként szerezzél több pénzt? Például nincs gondod a kis állataiddal? Tudod pontosan, hogy mit kell adni a kutyádnak, a macskádnak vagy a hörcsögödnek? Nem szoktál vitázni a családoddal, mert ők másképp látják a világot, mint te? Nem szoktál főzni, utazni, vásárolni vagy eladni? De igen, hát mi mindannyian csinálunk más dolgot, dolgokat is, nem csak XX termékforgalmazói vagyunk, ez hülyeség. És ez pontosan így igaz a csoportodnak a tagjaira is. Vajon mennyit emelne a fizetéseden? ha nem csak a saját táplálék kiegészítőiteket vennétek ugyanattól a cégtől, hanem kutyakaját vagy a macska kaját is. Vajon mennyit emelne a fizetéseden, ha nem csak ugyanannál az utazási cégnél vennétek vouchereket, hanem egy cégnél vennétek a kávétokat is? Vajon mennyit emelne a fizetéseden, ha a csoportot tagjai nem csak ugyanannál a cégnél vennének pénzügyi szolgáltatást, hanem ugyanannál a cégnél tanulnának idegen nyelvet, ahol te is, és ezért jutalékot kapnál. Érted már, hogy mire akarok kiukadni? Azt mondom, hogy keres magadnak egy kurva jó céget, és tanulj meg lovagolni először. Tanuld meg, hogy miként lehet a leggyorsabban két-három ezer dollárnak megfelelő jutalékot, aztán vágjál bele, és csináld meg. Ne totoljázzál, és ne halagassál. Csak csináld. Aztán, amikor ez már megy, folyamatosan látod, hogy van ilyen jutalékod, akkor keres egy másik céget, ami az életednek egy egészen másik területére jó, és csatlakozz hozzá. Csináld meg itt is a 3000 dolláros bevételt. Akár, akár tök új emberekkel, ne a régi csoporttal. Ekkor már lesz egy 6000 dollárod. Úgy, hogy ugyanazokat a lépéseket csinálod végig. Ami ugye már ilyenkor gyorsabban megy. Most akkor mi történt? Megtanultál egy másik lóval is lovagolni. Ezután jöhet a harmadik cég. De nagyon vigyáz, hogy semmiféle semmilyen átfedés, vagy semmiféle azonosság ne legyen a többi cégeddel. Most már egyik másik vezetődnél esetleg rákérdezhetsz, hogy mit szólnának hozzá, ha megdupláznák a forgalmukat, és mutasd meg nekik a második üzletedet. Csináld meg a harmadik cégnél is a 3000 dolláros jutalékot. Ne feled, ne feledd, hogy a cégek nem fedhetik egymást. Ha az első céged egy táplálék kiegészítő, akkor a másik kettő nem lehet szintén étrend kiegészítő, mert akkor elveszted a hiteledet és a renomédat. Amikor már megvan a 9000 dolláros jövedelmed, akkor meg már keresgélet se kell, mert egy ajánlatot fogsz kapni, hogy milyen üzlethez csatlakozzál. Itt van, mire kell nagyon szigorúan figyelned. Egyik cég sem kötheti ki a szabályzatában, hogy egy másik MLM céghez való csatlakozás a te kizárásoddal jár. Egyik cég sem mozoghat ugyanazon a területen, és soha, ismétlem, soha nem mutasd meg a csoportot tagjainak az új üzletedet, Mindaddig, amíg nincs meg a minimum 3000 dollárnak megfelelő jutalékod. Miért ajánlom ezt a módszert? Hát több okom is van rá. Első. 3000 dollárnak megfelelő jutalékod sokkal többen, statisztikák szerint, és sokkal gyorsabban érnek el egy MLM cégben, mint a tízezres jutalékot. Második. Bármikor történhet bármelyik cégedben egy olyan változás, amit tönkre tudna tenni, ha csak arra az egyre támaszkodnál. Ha az emelem kívüli életben tök elfogadott az, ha valakinek két-három állása van, akkor miért ne lehetne ez igaz az emelemes világra? Negyedik. Ha az emelemen kívüli életben tök elfogadott az, hogy a spárban, a teszkóban vagy az ósamban mindenféle dolgot lehet venni, mert az emberek szeretnek egy helyen vásárolni, akkor ez Miért ne lehetne igaz az MLM üzletekre? Amikor a négy cégedből megkapod a 12 ezer sütalékot, bármi is történik a világban, na akkor leszel majd igazán hálás magadnak az előrelátásodért. És a hatodik, amikor az életstílusoddal már fel tudod hívni magadról a figyelmet, akkor már nem te fogsz embereket keresni, hanem ők fognak téged megkörnyékezni. Na zárásképpen azt tudom mondani, hogy ülj fel a lóra, tanulj meg lovagolni. Csináld meg az első üzletedet, és érd el a minimum 3000 dollárnak megfelelő jutalékot. Addig ne hagyd abba, és ne gondold azt, hogy majd egy másik lóval könnyebb lenne a lovaglás. Ez fülyeség. Ha a megfelelő dolgokat csinálod, akkor akár egy éven belül ezt el tudod érni. Utána már átülhetsz egy másik lóra, de csak. Ez után, mikor már tudsz lovagolni. Tartsd meg ezt a trendet. Érd el a másik cégednél, vagy mindegyik cégednél a 3000 dollárt egy éven belül. És így négy év alatt lehet egy olyan álomjövedelmet, amit hogyha elérsz, akkor be fogsz kerülni az emelemeseknek a szűk egy százalékába. Tanuld meg a négy lovat egy irányba futtatni, és így mindenki másnál gyorsabban éred el a teljes anyagi és földrajzi szabadságot. Na ennyit gondoltam mára. Azt hiszem, hogy sikerült megint egy kicsit kivernem a biztosítékot, és azt gondolom, hogy sokan fognak majd ezért megkövezni. Na hát, az az ő dolguk. Ha tetszett a dolog, akkor kérlek szépen, hogy egy lájka, like vagy egy imádom gombbal ezt jelezzed. Ha nem tetszett, vagy valamit szeretnél hozzátenni, akkor a komment részben ezt nyugodtan megteted. Azt nem ígérem, hogy válaszolni fogok rá, de nagy valószínűséggel, ha olyan lesz, akkor majd válaszolok, ha, ha nem, akkor meg nem. Így hát a mai ilyen gyors tréningemet, a délelőtti bejelentkezésemet Ennyire szántam, csak köszönöm szépen, hogy velem voltál, köszönöm, köszönöm neked, hogy végignézted, és hát remélem, hogy fogunk majd találkozni, amikor arról fogok beszélni, hogy miképpen válasszál céget magadnak. Jó? Na, hello, Szia!